nehéz kérdés, hogy a Tominak hogy most hirtelen át kell állni, ez hogy lesz neki? Persze, meg az, hogy hát ennél is most meg hiába, hogy magasak, oda kell menni azért valamilyen szinten zavarni, tudod? Mert ha nem mész oda, akkor még semmilyen esélyed nincs. Semmilyen esélyed nincs. Mindegy, ez az olyan meccs, ami nem érdekes, hogy mi lesz különösebben, mert erősebb csak a csokka. Úgy van, ez a veszély. Hiába látod, akkor is le tudja verni, akkor oda is megy, már nem tudja megfogni. Jó, mindegy az. Nagyon sokat, de csinálni kellene valamit, ezt megérteni, hogy át kell rakni, mert akkor az még abból lehet akármi is. Igen, most ketten már összeálltak rá, nem baj. Magas gyerekek meg mindegyik már játszott valahol, tehát ez... Belenyúlt a hálóba, nem? Milyen szépen benyomta. Szép volt, ez az!
Hát igen, erre kellett volna erőből ráütni, mert ugyanezt nem ütünk rá. Most mindegy, hogy hova megy, hogy kimegy, vagy nem találja el, utána visszanyomják, és ő önbizalmukat növeli a miénket. De miért, öreg? Hát beragadt a kezek közé, ne hülyéskedj már! Három! Hogy négy érintés legalább volt. Nyugalom! Szezont a fazonnal. És hisztük el, hogy lehetne jól játszani, úgy meg nehéz. Jó, persze, mert most itt ennél aztán nincsen semmi tét. Nulla tét, érted? Bele a hálóba, így van. De volt Tomi! Jó nehéz labda volt! Gyerünk! Több pont kell!